Az iskola mellett eddig kihasználatlanul álló területen hozta létre a Maklári önkormányzat saját forrásból a 350 négyzetméter alapterületű sportközpontot a már meglévő kresztampája mellett. A komplexumban több sportág is űzhető helyet kapott a BMX és gördeszkapálya, rekordtámburkolató 210 méter hosszú futópálya, street workout kondipark, sakkasztalok, távolugrógödör, asztali teniszasztalok, valamint tekpar asztalok, melyhez 90%-os támogatást nyújtott a Magyar Labdarúgó Szövetség. Kialakításra került továbbá egy 20x40 méteres, 5 funkciós rekordtámpálya, ahol lehet teniszezni, futballozni, kézilabdázni, röklabdázni és kosarazni. A közelmúltban alakult Maklári Íjjel Sport Egyesület segítségével alakították ki a 20 és 50 méter hosszú versenyek megrendezésére is alkalmas íjászpályát. Hannuszik Csaba polgármester elmondta, a központ éjjel-nappal nyitva áll majd a sportolni vágyók előtt. A településünkön 7 aktívan működő sportegyesület van, nagyon-nagyon sok diákkal, felnőttel. Most, hogy összeszámoltuk, a tanulók több mint a fele aktívan sportol valamilyen egyesületben. Az iskolában több mint 180 diák tanul. A testnevelés órák megtartásában könnyebbséget jelent a sportközpont. Kovácsné Farka Zsuzsanna testnevelő szerint 4 tornatermet is kivált, így párhuzamosan is lehet órákat tartani. Nagyon-nagyon régen vágyunk egy távolugrógödörre, úgyhogy azt gondolom, hogy az most a number one lesz, de valószínűleg nagyon fogják szeretni a street workoutot is, amiből most jött is egy csapat bemutatózni. A foci az múlhatatlan, érdemeket élvez mindenek előtt, de számtalan az íjászkodás is nagyon népszerű, és egyre népszerűbb nálunk, úgyhogy igazából azt gondolom, hogy számtalan lehetőség nyílik meg. Bozsik Regina 4 éve csatlakozott a maklári ugrókötelesekhez. A portugáliai Elbén csapatával már felállhatott a dobogó második fokára. Szerinte a rekordtempája lesz a kedvence. Imádok mozogni, egy percet sem bírnék bent ülni, és hát örülök, hogy most van ez, mert szoktunk kimenni osztálytársaimmal sokszor a játszótérre, és igazából csak tétlenül ülünk, azt se tudjuk, mit csináljunk, és most már majd többet járunk ide mozogni egy kicsit. A fejlesztés nem áll meg Makláron, legközelebb a kresztampáját fogják felújítani.